Na eló, sziasztok, itt vagyunk megint a Manhunt elborult beteg szarvilágában. Egyből onnan fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk. Semmi egyéb nem történt. Nem folytattam, nem csináltam semmit, direkt megvártalak vele titeket. Annyi történt, hogy találtam egy patchet az interneten, ahol az interneton, hogy stabilitást tudjam kicsikét fejleszteni, mert amikor vissza kellett tölteni, vagy pályát léptünk, akkor kifagyott a játék, és hát ledobott a tárcára, ezért ez kurvára nem menő. Úgyhogy azt betettem, és most kiderül mindjárt, hogy hogyan fog ez játszódni. Nagyon jó. Még mindig elborult beteg ez az ember. Fölvesszük a kukás zacskót. Megvárjuk, amíg elmegy húgyozni ez a faszkalap. Ez így meg van csinálva, mert ez így élethű. Elkezd húgyozni. Látjátok, milyen élethű, látszik is minden. Úgyhogy akkor most kezdjük is el szépen. Most ez fehérre sikerült, a fehér... Ezek a jelzések, ezek a brutalitást jelölik, ugye, de... ez most csak fehérre sikerült. Meg akartam nektek mutatni, hogy milyen részletes is a játék. Na nézzük. Azt mondja, hogy itt van jobb oldalt, mutatja, hogy ez egy kék fegyver, és itt közben el is magyarázza nekünk, hogy a kék fegyver az arra jó, hogy az megmarad minden egyes gyilkosság után, viszont sokkal hangosabb, mint ez a zöld. Többfajta fegyver van ebben a játékban. A zöld az egyszer használatos, egyből beletörik, mert szar kínai, a kék pedig az fasza amerikai, úgyhogy az többször használatos. Ez is a hatalomjátékot jelképezi ebben a játékban is. Egyébként visszatértünk, mint láthatjátok, Bronx sötét utcáira, illetve sötét világába. Ezen is látszik, hogy mennyire szegény is itt a helyzet, mert egyébként minden egyes helyiségenként csak egy kicsike kis radiátor van, és annak kellene befűtenie az egészet. Na most ez lehetetlen. A kis embereknek itt most megmutatják, hogy hogyan is élnek Bronxban. Illetve mindjárt mutatom tovább, hogy mi történik itt, és hogy miért pont itt vagyunk. Ugye hát ezek itt szegény emberek, ezek senkinek nem hiányoznak. Gyere ide meg, wublizlak, geci! Bum! Bum! Ez is fehérre sikerült. Viszont ahhoz képest eléggé beteg volt. Nem baj. Menjünk tovább. Tehát ugye a Reluxa is egyébként jön le. Nagyon régi ez az épület, valószínűleg ezért a födémről is potyognak le az alkatrészek, akkor a vakolat mindenhonnan jön le. Láthatjátok, hogy mennyire le van lakva, nem foglalkoztak ezekkel a házakkal. Tehát ez több, mint valószínű valamilyen eldugott, nagyon lepusztult helyiségben, illetve helyen játszódik. Itt van a sok sóder, ezt elkezdték felújítani, láthatjátok csak, hogy így félbe maradt, itt hagyták, ide lebaszták középre. Közben, miközben pofáztam, a játék elmagyarázta, hogy nem mindegy, hogy milyen felületen sétálgatunk, futunk, mert ez például a sódere nyilván hangosabban lépked, mint egy finoman kidolgozott, fölpattogzott parkettán. Itt is sóder mindenhol, itt már megint fölpattogott parketta, és egyébként, ahogy láthatjátok, még le is omlottak a falak, tehát, hogy három helyiségen keresztül is lehorpadtak a falak. Na gyere ide, te buzi. Így néz, szépen háta mögé megyünk, azt szétbasszuk az agyát. Megvublizlak, te patógörény! Gyere ide! Bum! Ez most sárga lett. Nem a legjobb, de elfogadjuk szerintem. Ez meg kitörte még a... nem is tudom, a gerincén. Ből a nem tudom mit, a belőt is kiszopta. Itt pedig most azt magyarázza el, hogy néha ilyen ablakokba lehet ütközni a játék során, ami azért jó, mert szét lehet őket baszni, így. Ami kurva hangos, de legalább ad nekünk ilyen alsógatyával körbetekert üvegszilánkot, ami késként is funkcionál egyébként. Ugye mondanom sem kell, hogy ez zöld fegyver, ez egyszer használatos, ez ilyen gagyi szar. Illetve itt volt még egy csavpont is, ahogy láthattátok. Gyorsan fölvettem.
Itt azt mondta éppen, hogy ezt a szart szét kéne baszni valamivel, de mivel hogy ez a kis vékony szutyok baseballzütő, ez nagyon picike hozzá és gyenge, így biztos, hogy beletörni, úgyhogy meg se próbáljuk inkább. Ezért kellene nekünk keressünk egy feszítővasat legalább. Azt mondja, hogy látjátok itt meg a közvilágítás is milyen gyenge egyébként, mert ide már nem világít be semmi. Épp ezért elbújunk ide. Amikor megfordul ez a piros zokni fejű patógörény, meg tudjuk wublizni. Most meg szépen hátulról szétbosszuk mindjárt, várjatok. Bum! Na végre ez egy piros. Ezt figyeld! Eltört a nyakát a gecibe, látta? Na ez már egy piros fegyver, ezekről beszéltem, hogy van piros fegyver is. Ezek nagyon lassúak, viszont ezek is örök fegyverek, viszont nagyon hangosak ezek is, tehát ezek viszont, ez a hátránya ezeknek a pirosaknak. Ott van még egy geci, várjatok, megkérjük, elbújunk. Jó, megfordult mindjárt hátulról elkapjuk a torkát annak is. Sőt, kicsikét klasszikushoz méltóan szétszurkáljuk hátulról. Tiszta Assassin's Creed. Apa, ez is fehér lett. Ajaj, nem baj. Geci, elvágta az ütőerét. Figyelem! Nézzük, mit tud ez a baseball ütő, ez a nagy. Várjatok. Ajaj. Ne gyere ide. Ez az. Jó. Ez okni fejű geci. Ezt most megpróbáljuk pirosra, mert a későbbiek folyamán biztos, hogy nem fog sikerülni pirosra. Hát ez most csak szimplán megfojtja a baseball ütővel. Hú, várjátok, van itt még valami? Bum! Azt a kurva életben, figyeld, még a fal is olyan lett. Ú, geci, na ez mi, ha nem részlet? Úristen, milyen részletes ez a játék. Figyeld! Azt a kurva. Na mindegy. Jó, ezek megpusztultak, várjátok. Azt is megöltük, ezt a kettő gecit is. Menjünk akkor tovább, várjátok. Van itt még nincs vége a pályának. Itt van még egy savpont. Na, érdemes elmenteni a savpont kazettákat, tehát úgy értem, hogy így nem elpazarolni, mert érdemes idáig elhozni, mert különben nem adódik össze egyébként, az a baj. Tehát, hogyha fölveszel kettőt, az nem kettőként marad meg, hanem a legfrissebbet használja el. Másikat meg eldobja. Mi van, te köcsök, gyere ide, hát megbasztok. Ott van a feszítővas, ami kell nekünk egyébként, nála. Láthatjátok, hogy pén a fasz, mert alig tud vele sebezni. Jó, megrugdossuk mindjárt a földön. Ezt a kurva anyádat, te geci! Na jó, szopjál faszt! Kurva anyád. Na most kereshetünk egy buzi befőttet, kurva jó. Na várjál, mely maradt még egy. Bassz meg, itt maradt még egy. A kurva anyád. Meg ne fordulj, te geci. Jó. Jó. Szétbaszom az agyadat. Na most megláthatjátok, hogy milyen sárgával. Bum, tökön. És bum, azt kurva. Nyakon baszta hátulról, láttátok, tarkon. Tarkon baszta, mint a filmekben. Na jó, most ezt a gecit is kinyírtuk. Jó, de hülye vagyok benne. Ide tudjuk hívni. Gyere ide, te buzi! Hát hozzájutottam a falhoz, és már jön is. Így szokták hívni a köcsögöket, látjátok? Egyébként még Lens Flair is van a játékban, szóval nagyon részletes és átgondolt, kidolgozott egy játékról beszélgetünk. A kurva anyádat! Hogy te mindent meghallasz. Jó, te meg kussolj, te! Most hátulról úgy elkapjuk mindjárt. Gyere ide, te patulgő. Ma most fehér lett, most leszarom, mert már nagyon szét akarom baszni az agyát. Na itt van, ez a buzi feszítővas végre. Ezt
ezt, hogyha lecseréljük, mert le lehet cserélni, akkor viszont oda kell adjuk neki a, ezt a kis szar baseball ütőt. Mondjuk amúgy se jó semmire, úgyhogy inkább odaadom. Na, itt van Hellad befőtt, hú. Pont jókor. Nem ártana még, mert kelleni fog. A későbbiek folyamán. Szétnézünk még ezekbe a szobákban is. Láthatjátok ide, annyira csóró ez a környék, hogy a szemetet nem tudják kivinni, hanem föllógatják. Látjátok, itt van a szemetes zsák is. És így szokták bent elégetni a szemetet. Látjátok, még farmer nadrágot is fellógatnak, apám! Nagyon csóró ez a környék, ez Bronx legsötétebb utcái. Nézd meg, itt jön még egy buzi, hát nem igaz. Ott van még egy befőtt, fasza. Most már nem leszünk annyira éhesek legalább. Nem, végül is csak itt ülök 3 méterre tőle. Meg akarom mutatni, hogy milyen a piros feszítővasas gyilkosság, mert az is egyébként kurva jó, nagyon brutális. Szóval ahhoz képest, hogy 2003-as ez a játék, nagyon, nagyon kidolgozott, viszont nem véletlenül tiltották be nyilván több államban is. A kurva anyádat már, te buzi! Csak elkaplak hátulról, te köcsög! Ne! Nagyon jó. Gyerünk, pirost, add már be! Nem igaz. Ekkora egy gecit! De nézd meg, mekkora egy buzi! Na jó, most akkor nem lesz piros srácom, akkor lesz szarom, akkor lesz sárga. Vagy fehér, akkor kurva anyádat! Ezt meg is érdemeltette, patkány te! Itt azt mondja, hogy ugye nálunk van a feszítővas, az a kezedbe kell, hogy legyen. És spacéval, hogyha megnyomod, akkor szétbassza a zárat, de kurva hangos viszont. Na, ugye a kurva anyád, hát ez egy buzi. Na mindegy, itt el tudjuk még egyszer menteni, mert egyébként ez egy csappont volt, viszont szerencsére itt van még egy befőtt. Viszont szerencsére ez a játék, illetve a pálya utolsó csappontja volt. Szóval annyira szegényes, hogy látjátok itt a falról, nem csak hogy a festék jön le, de már a téglákat is lehet látni, szóval hogy ez a piros festék, ami eredetileg rajta volt a falakon, ezek már ennyire leperegtek, tehát hogy senki nem foglalkozott ezekkel a házakkal, hogy már a vakolat is, már minden lejött, már kész. A patkányok is már belakták magukat, már kolóniákat építettek fel. Úgyhogy várjatok, mert itt egyébként lesz egy geci hely, itt muszáj elmenteni, mert itt egy buzi patkány vár minket, akik nagyon meg kell bublizni. Ez a zacskófejű buzi, várjatok. Elbasztam, mert a baseball zütőt kellett volna kézbe venni. Jó, tudjuk, engedd el. Hadd csináljuk ki ezt a buzit. Igen, itt elmagyarázza, hogy meg lehet őket fogni így, a kurva, így, ahogy ő fogott meg engem, és ha ő elkap engem, akkor a spacer nyomogatásával el lehet szabadulni. Én most geci módon fogok játszani, mert valahogy muszáj megölni, és nagyon nagy hátrányban vagyok HP ügyileg. Á, kurva anyádat. Szóval ez a legviccesebb, amikor így neki futsz, mert akkor így ő sem feltétlenül talál el. Látjátok, így körbefutom a faszopót. Így, és már földön is van, kicsit megrugdossuk, megütögetjük, megkezeljük szépen, és akkor kész, kinyílt az ajtó. Láthatjátok, így kell megverni, anélkül, hogy kicsikét komolyabb, illetve durvább sérüléseket szenvedhetnétek el. Itt is látszódik, hogy egyébként ez a piros festék, ez a mennyezetről potyogott már le. Tehát itt egyébként piros volt a mennyezet, mi a faszom, az a basementbe. És annyira szegényes már itt ez a hely, hogy ilyen reflektorlámpákkal kellett megvilágítani felújításhoz, mert itt látszódik egyébként,
hogy itt alulról akartak fölfele menni a felújítással, tehát úgy akartak haladni, ezért vannak itt a lámpák, láthatjátok. Na, ugye most kicsináltuk ezt a buzit, és ez a, az a patológörény, amelyik videóz minket, az most kinyitotta nekünk ezt az ajtót. Tehát igazából ez a nyomorult, ez abban leli örömét, hogy minket levideóz, és csinál róla egy erőszakos, gyilkolós filmet, és ahelyett, hogy színészeket béreltek volna föl, valódiba vesztük föl. Hát ez nagyon jó nekünk, mert így legalább vagy megdöglünk, vagy, vagy remélhetőleg őt is megtaláljuk a legvégén, és meg tudjuk ölni. Mert ilyen helyzetekbe hoz minket, hogy be kell jönnünk ide egy teljesen zárt térbe, egy másik köcsöggel, akivel ki kell nyírjuk egymást. Tiszta gladiátorok vagyunk. Na jó, hát akkor menjünk is tovább, de az a baj, hogy ez a pálya az ennyi volt. Ez a nyomorult szemétláda, ez így 5-ből 3 csillagot adott nekünk a legvégére. Igen, ott a, nagyon sokat kellett szopózni azzal a patógörénnyel ott a legvégénél. Időbónuszban sem voltunk benne, úgy látom. Ugye mondtam, azt hiszem az 10 percnél adja meg. Azt mondja, egy darab ilyen nyomorultat vettünk meg, vertünk meg, és 9-et végeztünk ki. Azt mondja, hogy fétisre kaptunk 3 csillagot. Hát mondjuk ez elég szegényes a kurva anyádat akkor, de hát mindegy. Na, hát akkor srácok, ez a pályán viszont ennyi volt, rámentünk egyet, és akkor a következő pályán pedig találkozunk, de előtte megnézzük meg ezt a videót. Jó, rendben, hát ez nem árult el nekünk túlságosan sok mindent, de legalább semmi értelme nem volt. Figyeljetek, srácok, igazából ugyanazt szeretném mondani, mint az előző videónak a legvégén, hogy köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha igazán van még szabadidőtök, akkor nyomjatok egy lájkot vagy egy diszlájkot, teljesen nyugodtan, amelyiket szeretnétek. Viszont nekem ez most akkor ennyi volt, ez a pálya kész, akkor a következő pályára egy másik videóban fogunk találkozni. Na, köszi szépen, sziasztok!